Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban ismét egy beauty adventi kalendáriumot fogunk kibontani. Ez egész pontosan a Beauty Love-nak a Barbara Box adventi naptára. Ez eredeti áron 90 euróba kerül, ha jól emlékszem, vagy 100, vagy valahogy így. De én az előrendelés során 85 vagy 86 euróért tudtam megrendelni. Én amúgy 80 euróért adom, hogyha valakit érdekel. Az infoboxba be fogom linkelni, meg tudjátok ott is még egyszer nézni. Én már most eldöntöttem, már anélkül, hogy kicsomagolnám, hogy jövőre ezt nem fogom megrendelni. Mert az utóbbi években nem voltam vele megelégedve, a dizájn sem nagyon tetszik, nem látom kívülről, hogy bármit is javulna ez a naptár. Drágább, mint más beauty naptárak, és viszont benne a termékek nem szoktak olyan hú, de sokkal jobbak lenni, mint más olcsóbb naptárakban. Szóval, hogyha ez is csalódást okoz, akkor jövőre egész biztos nem fogom már megvenni, mert ezt általában el sem tudom adni. Na de ne írjuk le rögtön, lehet, hogy kicsit javítottak rajta, és tök jó dolgok lesznek benne 85 euróért. Amúgy a Barbara Box ennek a nőnek a boxa. Röviden a dizájnról, hát szerintem látjátok, hogy néz ki. Full egyszínű, nagyon egyszerű. Semmi extra, tényleg. Az első dobozban egy Dr. Hauska termék van. Ez egy Color Correcting Powder. Oké. Ez mondjuk jól hangzik. A 01-es Activating árnyalat. Ó, gomnyomásra nyílik, az szuper. Oké. És belül így néz ki. Hát én nem ilyenre számítottam. Ez akkor miért Color Correcting, hogyha minden szín benne van? Color Correctingnek az a lényege, hogy minden színt különböző problémás területekre tudsz használni. Szóval én egyelőre nem értem, hogy akkor miért van az egész így összekeverve. De minden esetre szerintem ez egy abszolút egy jó kezdés, és nagyon tetszik, hogy olyan termék van benne, amit eddig más naptárban még nem láttam. Idén én már nem nagyon szeretnék több parfüm miniatűrt látni, ez a Lancôme-nak a La Vie Belle 4 ml-es mini parfümje. Ez nekem jelenleg is megvan, és nem tudom egyszerűen eladni, pedig nem drágán adom. Harmadik nap egy kéz és köröm krém van a Camille-tól, ez 100 ml-es, szóval egyértelműen full size, sőt még annál is nagyobb. De ez egy eléggé olcsó márka, ami persze nem feltétlenül rossz, legalább full size. Hát a 4-es doboz az konkrétan kisebb, mint ami benne van. Ez a Salt House-tól egy tengeri sós intenzív krém. Ez egy speciális ápoló testre, arcra, kezekre, ennyi. Nagyon száraz és érzékeny bőre, 100 ml, szóval szerintem ez is full size. Ezért nem volt rendesen becsukva ez a doboz, mert konkrétan nem fér bele. Nem lehet becsukni. Látszik is, hogy egyszer sem volt még meghajlítva. Hát ez elég amatőr munka. Ötödikén az Azam-tól van Collagen Lift arcmaszk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hatodikára mit raktak bele. Ez a Larici Cosmetics-től egy szemhéjpúder paletta. A Classic árnyalatban. És nem lehet kinyitni. Nem akarom eltépni. Fú, de utálom az ilyen csomagolásokat. Ezt konkrétan fel kell tépni. Nem akarom eltépni, szóval ezt most nem fogom tudni megmutatni. Majd meggooglizom, hogy néz ki, és ide rakok egy képet. Hetedik nap egy snack van, a Sven Jack-től egy 65 g-os almás pite ízű zab szelet. Nyolcadik nap egy drága termék van, ez az Avantól egy 50 ml-es rózsakvarcos, hialuronos, édes mandulás, avokádó, olajas maszk. 9. nap is nagyobb a termék, mint a doboz, mint ahogy azt láthatjuk.
Ez a Shebangs-nek idősebb bőrre való ilyen kis koncentrátuma, ilyen kapszulák, Q10-es, és 7 darab van benne. 10-én egy lábbalzsam van, az Ephazit márkától, ez 75 ml-es. 11-én, szóval 2 Cetaphil próba termék van, nekem ezek konkrétan megvoltak, én is ingyen kaptam, és én is rendelésekhez ingyen adtam, szóval ez nekem kicsi csalódás. 12-én már egy jobb termék van, az I Want You Naked márkától, ez egy arc tonik, egy ilyen permet verzió, és amúgy üveg. 13-án a Tease márkától van, Suit of Armor, Don't Blush Me Blush. Ez egy pirosító, ha minden igaz. Oké, le van ragasztva, szóval erről is bevigyeztek majd egy képet, de ha jól sejtem a matrica alapján, akkor ez egy ilyen élénkebb, pinkes, piros szín. 14-én egy nagyon szép csomagolású szappan van, ez citromfüves, a Savon du Midi-től, ha jól sejtem. Ó, és nagyon-nagyon jó illata van, vagy agyagos. Egy hialuron savas, agyagos arcmaszk. 16-án valamilyen élelmiszer van, ez a Lotau márkától Veggie Burger. Oké. Szóval ez növényi alapú ilyen mix, amiből 3 hamburger bucit lehet készíteni. A 17. doboz jó nagy. Ebben egy Alverde termék van, egy ilyen DMS termék, 200 ml-es. Ez egy környezet semleges, hogyha magyarul ezt így mondják. Krémes, olajos testápoló, intenzíven ápol, ez nagyon száraz bőre van, bio argán olaj és bio mandula olaj van benne. 18-án egy mini privacy demo játék van. Ezt is kaptam már, azt hiszem ingyen valami rendeléshez, de most hirtelen nem jut eszembe. Ez amúgy egy egész jó játék, sőt, ez egy jó parti játék, viszont ez a demo verziója, ez kicsit ilyen oké. Kínos kérdéseket lehet feltenni, és akkor a játék partnerednek ezeket őszintén meg kell válaszolnia. Igazából olyan, mint kicsit komolyabb üvegezés, ha úgy vesszük. Amúgy nincs ezzel semmi baj, de egy ilyen beauty naptárban én erre nem számítottam volna. Főleg, hogy ez egy inkább idősebb korosztálynak való. 19-es doboz üres. Ez egy 110 eurós ajándék utalvány. Szóval ezzel az utalvánnyal kapsz 3 hónap ingyenes tagságot az Uncorrupted Beauty-nál, illetve egy retinolos és bakucsiolos szérumot, aminek az értéke elvileg 80 euró. 20-án a Just Spices-tól van cukinis fűszer keverék, 60 grammos. 21-én a Derma Roller-től van egy intenzív hialuronos maszk. Ez szerintem már a 4. arcmaszkunk. 1000 van egy matrica, mint amilyen a drogériákban szokott lenni a tesztereken, hogy ez egy minta termék, amit nem szabad eladni. És ez a Physiogel-nek egy nyugtató kézkréme. Oké, ez most már szerintem a 3. kézkrémünk. 21% lipidet tartalmaz, és ez strapált kezekre van. Tudjátok, amikor ilyen érdes, nagyon-nagyon száraz a kéz,
Ez megnyugtatja. Elvileg 50 ml-es kiszerelés. Ó! 23-án a Kesztől van egy szempilla spirál, de ha jól látom, ez barna. Ki a tököm használ barna szempilla spirált? Jó, oké, nem azt mondom, hogy hülye termék, mert lehet, hogy jó. Biztos természetesebb hatást kelt, például szőkéknél. De miért barnát tesznek egy adventi kalendáriumba? Aj, pedig ennek hirtelen tökre örültem, mert a Kess az egy olyan márka, egyik influencernél láttam itt Németországban reklámozva, és nagyon-nagyon szimpinek tűnt ez a smink márka, de drágállottam, ezért soha nem próbáltam ki. De barna szempilla spirál az... És végre elérkeztünk a 24. naphoz. Hát ez számomra szenvedés volt. Nagyon-nagyon könnyű. Most, hogyha egy ilyen 3 darabos babor lesz benne. Ez amúgy egy jó termék, de nem 24-ére, és nem egy 85, vagy bocsánat, eredeti áron kb. 100 eurós naptárban. Olcsóbb naptárakban nagy 7 darabos babor ampulla szettek szoktak lenni, vagy esetleg 6-án, vagy valamilyen random nap, de nem 24-én. Mert ez szigorúan véve egy ilyen 5 eurós tétel. Tudjátok, mit nem is 80-ért, hanem 70 euróért árulom, hogyha valakit érdekel. A szállítás Magyarországra 16 euró 50 szor az baromi sok, de ha esetleg van német ismerősötök, vagy rokon, vagy ti magatok éltek Németországban, akkor csak 7 euró a szállítás, és nem 16-50, és akkor úgy talán még megéri. Kell értékelni, vagy... Ti is láttátok. Nekem ez egyáltalán nem tetszik, nem javult semmit. És igazából a koncepciót sem teljesen értem, mert ugye elvileg a Barbara Box az egy kicsit idősebb korosztálynak való, és ez egy-két terméken amúgy nagyon jól látszik is, szóval a kézbalzsamok, meg a lábbalzsam, meg az arcmaszk, meg a Q10-es ampulla, köszönöm szépen, meg az ilyenek, azt megértem. És akkor mégis van benne néhány termék, ami totál nem passzol ehhez a célcsoporthoz, szóval... Ez nem egy túl átgondolt naptár szerintem. De ettől függetlenül írjátok le ti is nyugodtan a véleményeteket, mert lehet, hogy csak nekem nem tetszik. És hogyha tetszett a videó, akkor nyomjátok egy lájkot, és ha szívesen látnátok még adventi kalendáriumos videókat, akkor mindenképp iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!